Számos lehetőséget nyújtanak azok számára is a Tolna megyei szakképzési centrum iskolái, akiknek az érettségi vizsgát követően nem sikerült bejutni egy felsőoktatási intézménybe sem. Ők ebben az esetben 2 éves, ingyenes, nappali rendszerű technikumi képzésekre jelentkezhetnek. Ha belenézek ebbe a képzésbe, akkor azt látom, hogy itt fél éven keresztül a tanulók első fél évben az ágazathoz kapcsolódó alapokat tanulják meg, majd miután az alapvizsgájukat letették, a duális partnereinknél tudják folytatni a tanulmányaikat. Azért gondoljuk fontosnak a duális partnerekkel való együttműködést, a velük közösen történő képzésszervezést, mert hisszük azt, hogy a modern, korszerű naprakész tudás az náluk áll rendelkezésre. Nézzük, mit jelent financiálisan a tanuló szempontjából egy ilyen képzés. Az első fél év során, míg a tanuló az iskolában van, ösztöndíjat kap, azt követően, hogy a duális partnerhez kerül, akkor viszont ez szakképzési munkaszerződésé, gyakorlatilag munkabérré alakul át, aminek az összege a minimálbér 60%-a környékén van, ez ma nagyjából havi szinten olyan 100 000 forintot jelent. De vonzó lehet az, hogyha sikeresen szakmai vizsgát tesznek a tanulók, akkor a pályakezdési támogatás révén a vizsga eredményétől függően a minimálbérnek 80, de akár 180%-a is lehet a pályakezdési egyszeri támogatása a tanulóknak. Miután a diák elvégzi a képzést, több lehetőség közül is választhat. Elhelyezkedhet a munkaerőpiacon, azonban ha tovább szeretne tanulni, a technikumi minősítés többletpontként tudja a felvételin elszámolni. A Tolna megyei szakképzési centrumban 6 iskola 14 szakmában, 14 ágazatban és 24 szakmában kínálja a képzéseket. A legnépszerűbbek azt gondolom az informatikai képzések, de mondhatnám a szépészet ágazati képzéseinket, vagy a turizmus és vendéglátás ágazati képzéseinket, de kínálunk képzéseket gépészetben, az építőipari ágazatban, vagy a gazdálkodás különböző ágazataiban, a gazdálkodás és menedzsmentben, a kereskedelemben, a közlekedés és szállítmányozás ágazatban. De mondhatnám az egyik újonnan induló ágazatunkat is, a kreatív ágazatot, ahol a mozgókép és animáció készítő szakmát sajátíthatják el a tanulók. A Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola. A turizmus vendéglátás ágazatban 4 szakmatanulási lehetőséggel várja a fiatalok jelentkezését technikumi képzéseire. Mind a 4 képzés elég népszerű és keresett szakma, és könnyű vele elhelyezkedni, úgyhogy merem ajánlani nekik, és szerintem a boldoguláshoz is elég az a fizetés, amit kapnak érte. Magyarul versenyképes ez a 4 szakma. Rász szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus és a szakács szaktechnikus, illetve van a turisztikai szaktechnikusunk, 2 szakiránya, az egyik egy szervező, a másik pedig egy idegenvezető szakmairány. Nagy Imre azt mondja, fontos hangsúlyozni, hogy a technikumi szakmai oktatás komplexebb, az anyaggazdálkodás és az üzleti menedzsment területére is kiterjedő ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. A végzettséget megszerzők közép, de bizonyos esetekben a szakterületükön felső vezetői szintű feladatokat is elláthatnak. Megvan a maga szépsége és előnye, hiszen tényleg életszerű körülmények között jutnak szakmához, meg tapasztalathoz, és az iskola mellett fizetéshez jutnak, ami nem egy mellékes dolog. És ugye hozzáteszem, hogy a nappal is technikusoknál ugye ez a végzettség ugye azért, hogy mondjam, egy szakirányban, felsőoktatásban azért elég nagy előnyt jelenthet, hiszen magas óraszámban tanulnak nyelveket, és a felsőoktatásban ugye egyrészt a nyelvi képzés, ha még nincs nekik nyelvvizsgáljuk, akkor ahhoz hozzá tudjuk őket segíteni, illetve szakirányban ugye beszámítják ezt a technikus végzettséget. Úgyhogy elviekben nyitott a pálya, akár a felsőoktatás felé is. Azt gondolom, nagyon széles a paletta, hogyha információt szeretnének ezekről a képzésekről, akkor nem kell más tegyenek, mint a Tolna megyei szakképzési centrum oldalán, a tmsc.hu oldalon tájékozódnak.